Sziasztok emberkék, üdvözlök mindenkit! Gameborg is vagyok, és Bloodborne-ozni fogunk tovább. Folytatjuk a végjátszást. Ez a, már a 13. résznél járunk. Hátom, még nincs itt senki, de azért beköszöntem, YouTube-ilag. Kikjátszásilag. Na! Hát egy elég masszív boss párosom vagyunk túl. Én nem tudom, nekem nehéz volt. Tehát kicsit ez a Living Failure sem volt olyan nagyon egyszerű, én úgy érzem. Meg utána ez a Lady Maria, ez is hát eléggé. Izzasztó volt. Igen, és nem tudunk fejlődni, ugye? Az a nagy bajunk. Egyébként szereztünk közben ilyen gemeket, ezeket nézzük már át, hogy mi az, ami... És talán... nagyobb. Jobb erővel bír. Hát egyik se. Merjünk a... Hunter pistol. Amon van-e valami? Nincs, jó, akkor menjünk. Jó. Oké. Szóval előztük a Living Failures, az a élő kudarcokat, és... vagy Eleven kudarcok, még nem tudom melyik címet fog majd adni. Plusz a Lady Mariát. Várjátok egy kicsit. Pillanat csak. Valamit. Elítkotok. Vagyok. És valahogy farmolnom kéne. 30 rugót. 30 rugó, 30 rugó, baby! Aztrak... Jó, nézzük meg, hogy mi vár utána. Elméletileg két boss van hátra, én úgy tudom. A egyik valamilyen Orphan nevű, meg egy ilyen nagy ilyen, olyan, mint a Cleric Beast, csak... Várjunk, nem is... Várjál, nem lehet, nem is ide kéne... Na mindegy, most már menj, nézzük meg. Mert tudom, hogy az, amelyik ott feküdt azon az oltáron, az... Az az egyik boss. Most lehet, ahhoz vissza kéne menni? Szerintem ezt most hagyjuk. Mert nézzük meg azt az előző bosst, hogy...
És azt a másik bosst, hogy azzal mi lehet? Mert nem hiszem, hogy ez a rész ez oda vezet vissza, mert azt a bosst azt láttuk. Ilyen tüzes cleric beast-szerű valami. Tökre olyan az egész, mint a cleric beast, csak űzben özél. Űzben topzódik. Ilyen lávákat hány dogál. Az... Talán itt a legelején volt. Igen. Merjünk? Lehet, hogy van az a shortcut, az hova is vezetett? Igen, csak ez tényleg erre mocskosul. Nem. Nem erre kell jönni. Arra legyek vannak. Nem, menjünk vissza. Vissza. Egyébként a ruhámat azt meg akartam már nézni, hogy... Jobb lenne. Ez a sisak is elég jó. Ez a Black Hood. Dead Iron Helm, ez még a baj, látom. Aha. Menjünk ebbe. Akkor erre. Szia Csézoli, Szegaralli, Mizueled. Nyád. Hogy hozta össze egyébként? Ezt a mozdulatot nem is értem. Jóság, hogy telik a hétvéges kacok? Wow! El is felejtettem. Jön egy ilyen nagy állat. Anyádat! Ez jó nagy köcsög.
De ez... Most megint ez hogy? Egyébként szaggat a játék. Én nem bírja a PS ezt a gémet. Folyamatosan ilyen FPS dropjaim vannak. És ti is látjátok, mert a kimeneti jelbe tisztán, az egy szemjel, tehát performanszilag nincs köze hozzá. Ugyanazt látjátok, amit én. Sokszor ez ilyen lassú, meg nem tudom, belassul a gél. Nem bírja. Nincs jól kompatibilizálva a játék. Ez a... Akkor már el! Mi van a karakteremmel egyébként? Nem is sebez rajta semmi. Bazdmeg. Minden csak sebezni tud, bazdmeg. Gyenge a karakterem, bazdmeg. Hogy ezt a nagy bőm faszt, ezt miért nem tudom megölni? És meg akartam ölni, hogy kifarmoljam azt a pénzt, hát mindjárt meg lesz, csak nem. Azt utána, amikor farmolni akarok, és nem úgy farmolok, hogy én akarok. Hanem a szenvedős farmból. Jaj, már megvan a pénzat is. Igen, de mindig meghalok ugyanannak a csöves gyökérnél. Egyébként, ha jól emlékszem, már egyszer megöltem. Sima. Igen, lehet az a baj, igen. Jó kérdés. A Pro az azért erősebb egy picit. A 4K 60 FPS-t elméletileg tudja. Ugye az játék függő is, de... Tehát nem 4K-n játszunk, érted? Nem, vagy valami... Tehát alapgép... Alapbeállításokon, ez tökéletesen kéne futni, és többször észrevettem el mostanában, hogy így droppol. Elég fasz szinten. Főleg ilyen nagy sok mozgásnál, robbanásoknál. És nem tudom, most PS5-öt is akarnak, tehát... Hogy is van ez most? Na most kinél van? Fogadjunk, a nagy baromnál van a izém. Nem, kicsinél volt. Ezt egyszerűen nem lehet ezt a nagyot megölni. Igen, ez a DLC. Szia, Revál. Cső. Ez a DLC. Pedig egyszer már kinyírtam. Még a DLC legelején. Hihetetlen. Megint elment. Negyed óra semmivel egyébként. Elég lett volna egyszer lejárni, megölni ezt a gecit, visszajönni, elvásárolni, és akkor megint visszamenni, és akkor már lehet izélni. Nem, megöl, bazd meg. Meg kell ölni, olyan fontos. Hm.
Láttam már ott, hogy volt izé. Jaj, ne! Akartam leesni. Geci, mi van velem? Láttam, ott volt már egy ilyen botkérő. Olyan gőz, vagy mi a faszom. Látjuk. Lemaradtam. Hát figyelj, egyébként az a vicc, hogy azért van fönn a YouTube-on, hogy aki nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi, ott meg tudja nézni, és ott már sokkal jobb verziókban rakom fel ezeket a live-okat, ami főleg ilyen nagyon elnyúlós, meg a fennakadós, mert kivágom a fölös részeket. És általában másfél, két óra vagy két óra, 10 percre kijön az összes része, érdekes. Kurva érdekes. Oké, én ide azt mondom, első körben, hogy tűz ellenállásom az jó lenne, ha nagy lenne. Most már videó jön. Először ugye ez csak itt feküdt tovább, és valamit nem tudom, elvettem onnan az oltárról talán. Ezt a boss sem ismerem. Annyi, hogy tudom, hogy így milyen, hogy tüzes, meg cleric biztosan az egész. De movesettileg nem tudom miket csinál. Ja, meg annyit tudok, hogy két fázisos. Viszont a első fázis, vagy a másik fázisban egy kicsit legyen, tehát hogy ilyen, nem is tudom, hogy így leszakad a lába, és akkor nem bír menni, vagy valami ilyesmi. De direkt nem nagyon nézem előre, csak úgy köbő, hogy mire számít, csak mégis, de hogy nem, tehát konkrét ilyen stratégia videókat nem nagyon nézek. Bár volt már erre is példa, de de azokban is csak beletekergettem, hogy kb. Mi az, amivel így talán meg lehet. Anyád. Kurva kevés bazd meg a izém. Egyébként nem szerintem megint a disznó ölömet kell venni.
ez inkább a boss... boss killesebb cucc. Aha, nagyobbat is basztam rá. Kej már! Faszért kell ennyire így föltántorogni már! Nem basszom meg. Elhiszem én, hogy fáj, meg nagy, meg erős, de még mindig egy játék. Még mindig csak egy szaros izém van, bazd meg. Ilyenkor mindig elugrik, érdekes. Istenem, kelj már fe... Na, szóval... Drága látos Lawrence-t nem tudom legyőzni, mert nem tudom megközelíteni. Viszont van egy fegyver, ez a Bowblade. Simon íjkardja. Mert itt még később, hát van egy másik boss. Te menjünk rá a másik bossra, és akkor majd utána szenvedek ezzel a Lawrence-szel. Szóval valószínűleg... valószínűleg akkor ezt itt kivágom majd, mert most itt mentem egy kört. Fölöslegesen, tehát ezt a Simon-t keresem. Mert annál van egy fegyver, amivel le tudom győzni ezt a Lawrence-t. Úgyhogy először menjünk tovább itt, ahol még nem mentünk. Szóval hogy állok fegyóügyileg? És nem tudom, hogy továbbra is ezt a Ludwigot használjam. Vagy... vagy a Holy Moonlight Sword... Nem, maradok ennél a Ludwig kardnál, ez egész jó. Kicsit hagyjuk pihenni azt a Lawrence-et, mert nagyon egy buzeráns boss. És itt találkozunk még Simonnal. Van nála egy íj, egy bow, bove, tehát egy íj, ami elég jó. 400-as sebzése, most fölküldöm maxra a bulettemet, plusz egy bónerómes, szerintem le tudom izélni, gyűrni. Ez beszél? Igen, Fishing Hamlet, ez az a lokáció, ami kell. Jó. És
kicsit hagyjuk Lawrence pihenni, mert tegnap kivett 4 órát az életemből, meg a játékból is. Megszereztük azt az íjat. Akkor már szerintem azt mondom, hogy menjünk rá erre a bossra. Szar a live! Nem tudok mit csinálni a szar a live, bocsi. A büdös kurva életbe. A büdös mocskos kurva életbe. Remélem nem túl hosszú ez a... nem túl összetett ez a... szegmens. Uha! Mi a faszom van ez itt? Mi ez itt? Aaaaaaah! Mi a geci ez a koponya a repkedését? Akad? Miért akad? Nem tudom, mi van megint az egész rendszerrel, de valamiért nem jó. Egyébként nálam sem akad. Úgyhogy én még közben streamelem is. Mint nézőként jó az adás egyébként. Nem tudom, mi van, Gabi, ott. Nála. Jó, csak akkor tudod, hogy nálad van, akkor ne stresszelj vele. Akkor én fölöslegesen nyomkodom, meg elizélem. Légy szíves. De egyébként látom, hogy zöld, halványzöld, aztán sárga... Nem, most megint sárga. Nem tudom, mi van egyébként a jellel, tehát valami a streammel nem oké. Tény. De jó, hogy háromszor oda csaptam aztán. Ó, bazd meg! Á! Bazd meg!
Az neki pont elérsz, te köcsög. Van föl. Kurva anyádat, hogy ez rajtam ütött. Ezeket széttörjük. Na jó, nem várom a bosst. Itt se. Anyám, de azért onnan föntről dobál a köcsög. Bazd meg, elég kemény ez a pálya. Mondja. De legalább tágas. Itt jó például. Hú, geci, menjünk már vissza egy kicsit, mert... hogy valami elkerülje a figyelmem. Innen jöttem, ugye? Itt nem volt semmi. Létra, vagy valami, nem? Egyébként visszaválthatnánk így. Ja nem, ezére vettem, jó. Kusz... cokra. Jó. Akkor ezek szerint nincs semmi, ami elkerülhette volna a figyelme. Legalábbis én nem látok semmit. Vedd lejjebb a izét, a bitrát, tehát tudsz állítani minőséget itt is, mint a YouTube-on. Vedd le ilyen 240p-re vagy 360-ra. Most egy nem tudtok meg. Látok semmit. Van egy házikó. Nem hiszem el. Jöjj már meg. Ó, bazd meg. Megdobál. Nézzünk be ide, hogy mi van, mert... az egy elég nagy épület, és itt tudod, hogy van valami cucc. Valami segédeszközeim nincsenek.
fel. Kitapicskol itt. Bazd meg. Nem áll! Öcsém! Be se lehet nézni. Ilyenkor bezzeg... Bezzeg nem látszik át a izé. Ja, hogy ott be tudtam volna menni, ja, de jó, most láttam itt. Ekkor egy faszopok geci láda játékot tényleg életemben nem láttam. Lokkolod, bazeng, azt alig tudod körberól. Nem is értem ezt. Ez hogy... És ezt többször is már észrevettem eddig, hogy itt lokkal nagyon-nagyon nagy bajok vannak. Ugrálsz úgyis, hogy... nem látsz semmit. Minek kell úgy mozogni annak az ellenfél karakter? Ezt se értem. Mi? Hogy... Ez nincs rendesen megcsinálva. Nagyon összekapdosottnak érzem már ezt a Bloodborne-t. Gyorsan csináljunk valamit. Ami nem Dark Souls. De mégis az. Nagyon nagy tudomány, komolyan. Tele van hibával egyébként. Tehát módosítottak azon. Tehát, hogy ne legyen ugyanolyan. Ó, ez egy milyen shortcut. Igen. Rövidebb. És tele lett hibával, bazeg, ez a pisztolyt is ráderőltetik, de igazából nem mindig segít. Jó, nem azt mondom, hogy pajzs, hogy ez az elmélet nem jó, hogy adjuk el a pajzsot, meg mit tudom én, de... De... Faszom, mi a gecim ez? Fasz meg. Tyúk. Bújka. Kurva sok izé van benne, hiba.
Oha. Jaj. Olajos urnát dobálja most nagyon a játék, de... Jó, miért? Á, jön a izé! Ne! 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 Bazd meg! Aaa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 
seggem lyukát. És megint jön ez a nagy geci. Hát ezt nem hiszem el. Te jó szagú úristen! Ú, ez másfajta. Ó, jaj. Az még ez nagyon erős. Ezt nem bírom megölni. Ezt tuti meg fog ölni. Mondom. Addig... Láttátok mit csinált? Addig eldönti a játék, kiszámolja, eldönt és megöl. Miért nem bírtam elrohanni? Miért ő szippantott vissza? Oké, kapjak egy ütést, oké. De haladjak, tehát ne azt, hogy kapok egy ütést, akkor visszahúz, még egy ütést, akkor miért nem öl meg egyből? Nem is értem ezeket az egész dolgokat egyébként. Akkor mire jó? Megint ez van, hogy utálom, gyűlölöm, idegesít, mert faszom tele van ez a kurva játékkal. Egyszerre unalmas már. Komolyan már a lóvé se érdekel egyébként. De amit mindjárt egyébként... Mindjárt meghalok megint. Ja, mert valamelyik kis nyomorultnál van a pénzem. Jó van. Jó van, ezt nem tudtad volna eldobni most az egyszer. Megvan a Blade. De ez egy nagyon mocskos egy buzipálya. Egyébként kár a gőzér.
Hogy itt te bármit. Nász. Nem tudom, minden elve, már el, csak elveszi az ember kedvét egyébként. Nekem ez már semmi izét nem jelenti. Jaj, de jó kihívás, meg izé. Nem, na fáraszt. Túl, mert megint túlzásba van véve. Az amikor elmész piálni, és csípi az alkohol a pofádat, tök jó, még iszol. Megint csípi a pofád, de tök jó, még iszol. Csipöpö, megint jó, már jó, jól is érzed magad. Na jó van, akkor már utána nem is érdekel, iszod. És oké, ez egy szint. És már van, amikor elér, amikor már túlzásba viszel, túlsz, akkor meg már szarul vagy. Na ez már az a szint, hogy jó, oké, eddig faszod, de ez már sok. Most már átment a túl oldalára, hogy már... Ez már nem kihívás érték, már nem izé, hanem az, hogy elegem van már belőle, bazme. Hiszem ott van a boss, azt ismerem, azt a tetemet. Láttam már. Rajtam. Olyan melyiknél lehet a pénzem. De mocskos nehéz ez a rész. De nem ezek a kicsik miatt. Hanem ez a nagy köcsög láda miatt, bazd meg. Nem látom egyiknek se ragyogni a szemét. Na, elcsaltam.
Melyiknél van a pénzem? Nem látom. Hol haltam meg? Emlékszem már valahol itt. A vízbe. A bazd meg. Ne! Hát ezt nem hiszem el, bazd meg már! Büdös telivér kurva anyádat! Hát ez Istenem, ez a game, bazd meg! Hát, kurvára bazdmeg a tököm teve, és nincs meg a pénz. Hol a faszomba van? Kinél? Mert egyébként csak ezért jöttem vissza, hogy mondom... Összeszedem a lóvémat. De hát... Ennél sem. Istenem. Ja, itt van. Hát de jó. Tök jó, hogy eddig nem láttam, egy nagyon érdekes. Kurva érdekes. Talán ez segít most. De elegem van. Most mi lesz a bosszal egyébként? A pálya ilyen. Láttam már azt a boss, de nem tudom mit csinál, csak úgy, hogy hogy néz ki, annyit tudok meg, hogy ebben az a tetemnél ott fekszik. Ó, bazd meg. Úgy utálom, mikor ilyen enemy is így jön, bazd meg. Egy pici, és akkor ezt csinálj. Vagy nyolcat rád, mint hogy addig, amíg meg nem halsz. Hát komolyan mondom, hogy vicc. Egy szaros izér ennyit szenvedni, az semmit nem fog adni. Jó van, farewell, faszom, Hunter. Megint ez a sajtreszelésbe ment, sajtreszelésbe való rejtszolásba ment át az egész játék. Hihetetlen, bazd meg. Fú, de leszívta megint az agyam ez a game. Még bosszal még nem is verekedtem ma.
Ja, egyébként mindjárt megnézzük azt a... azt a Bowblade-et, amiért igazából... ami a... most a... De tudod mit? Egyébként megmondom, mi lesz most. Most megszereztem ezt a Bowblade-et, és... kb. Te annak néztem utána, meg láttam is, hogy az a tök jó, meg tudom ölni majd a Lawrence-t. Nem fogom tudni megölni a Lawrence-t vele. Úgyhogy... most szólok, de várj, az vajon hogy... hogy van az? Simon's Bowblade. Jó Isten. Ah. Jó, oké, tehát van most már végre egy íjunk, a lényeg. Föl fogom tuningolni, meg rakok rá minden, aztán úgy megyünk bele majd a buliba. Menjünk a bosshoz. Hát ez egy nagyon mocskos egy terület ott. Faszom csiringel. Üssem már meg én is! Ezt nem hiszem el, geci. De miért ilyen lassú ez? Hát nem igaz már. A kurva Isten az ott. Olyan lassú a karakterem, bazdmeg, hogy megőszülök, mire lenyom egy csapás. Bazd meg. De Sekirót? Nem tudom. Még előtte Dark Souls-okat ki akarom vinni rendesen. Még előtte ezt a barom játéka. Nem, ez a Bloodborne, ez például nagyon, ezzel nem lehet kibékülni egyszerűen, tehát már elkezded élvezni, meg tetszik, meg ez, és akkor megint valami a csinál bazen, amitől totálisan elmegy tőle az egész kedved és a gyűlölöd. Nem lehet kompromisszumot kötni vele. Jó, oké, nehéz, elhiszem, tök jó. De... tudom miért kell mocsodékoskodni. Van még egy ilyen buzi sámán.
De ez olyan, mint Davy Jones hajója, bazd meg. Terület. Valamit megidézett. Bazd meg. Mi ez? De jó Isten, ez mi a faszom? He? Bazd meg. Még egy van. Büdös kurva életbe, bazd meg. Fú, de szar ez a pálya. Nagyon undorító. És ilyen Blime Town-ra emlékeztet egy pluszba még. Azért is mocskos. Szóval adviálok a... Ó, az még egy sámán. Baszki. Én ezt kiveszem. Mondtam, az olajurna itt most valamit számít, olyan. Nehogy megidézzen egy ilyen köcsögöt. Most kéne gyorsan, míg még alig vagyok látható. Gyújj ne! Ezek. Majd egyszer talán, de nekem egyébként annyira az a Sekiro nem is jött be. Én azt vártam, hogy olyasmi lesz, mint a... Ez a Dark Souls, meg a Bloodborne, csak szamurájosba. De nem. Nem, tehát... A földhöz ragadtabb játékokat szeret... Tehát azt mondom, hogy ez a Sekiro nem lett olyan földhöz ragadt, sőt, nagyon ilyen nem az lett. Ellentétben ezekkel, a Dark Souls, meg Bloodborne játékokkal. Ez a pálya, bazd meg. Isten. Tehát nekem ez a repkedő, meg dolog, ez nekem nem jön be.
Mikor csak egy egyszerű ilyen parkürt beleraktak volna, mint a... A Assassin's Creed, akkor azt mondom oké, de... Annál rosszabb lett. Ilyen repkedő hülyeség. Nem mondom, hogy szar lett, csak nekem nem tetszik. Tehát attól még nem szar. Egyébként most... Józan paraszti észre, mielőtt mindjárt megöl megint ez a geci láda játék. Ez se egy szar játék. Csak rohadtul nehéz és rohadtul szemét játék. De az a vicc, hogy élvezem. Tehát az oké, hogy idegesek rajta, kikészülök idegesek, de van benne élvezeti faktor. És én ezt a Sekirót játszottam, és nem élveztem. Tehát, hogy így röpködök, meg izé, de ugyanúgy jön valami, ez ezt megöl, meg nekem ez nem. Abba tényleg tehettek volna egy másik játékmódot, ami ugyanolyan, mint ezek. Hogy ilyen nincs benne mondjuk az a... Tehát mondjuk a csávon... Vagy az, hogyha az elején legyőzöd a bosst, akkor nem kerül hozzád a... Tehát nem vágja le a kezed. És akkor azért cserébe nem az a játékmód jön be, hanem ez ami erre hasonlít. Bazd meg! Ezt a büdös kurva életbe! Bazd meg. Fasz. Volt egy olyan kecseg. Csak megidézte, bazmeg. Milyen fasz van itt? Ne már! Hát öld már meg ezt a gecit! Hát nem igaz már! Az Isten miért nem basz meg tényleg a négy lábadon? Tehát vicc már ezek a... izék... hitboxokkal való játék. Ez mi a picsám? Wow, egy lift. Ezek ilyen... Mi? Ah, itt a boss izé. Itt a boss... Ez a boss ler. Várjunk egy kicsit, meg menjünk be. Hú, de egy mocskos szarpálya ez, gyereke. Mocskos büdös szarpálya. Erre lefele mi van?
Undorító egy pálya. Támaszt egy gyökér pályákat. Hülye ellenfelek, hülye járatok, hülye Istenem. Megölhetetlen mobok. Jújúj, egy agygecó. Szedatív kell. Nem hiszem el, bazd meg. Nem volt időm már meginni. Azért, mert nem, aj, de én is, hogy nem veszem föl gyorsan frenzízét. Szia, mackó, aj. Hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Tök szar pálya ez. Melyik volt a White Church? Ja nem! Ez a szakadék, ez volt. Volt a frenzi ruhánk. Faszán tök jó alattam már itt is erre, nem? Mert megint meg kell ölni. Fasz. Ó,
Ki a faszom ez? Ezt nem lehet megsérteni? Nem értettem, a kis kardommal nem tudom megsérteni, nem is értem ezt. Mi ez a Blood Tight Treasure? A Trouser. Blood... Blood... Bloodied. Bloodied. A Beast Hoodja nagy, aha. Jó. Csak volt egy item, nincs járat. Ez is a boss felé mutat. De találtunk egy boss járatot, de van egy lift. Az hova a faszomba visz? Risk. Ja, megvárja, meg nem néztünk körül, mert az agyaskák megöltek. Az a boss, igen, és akkor erre voltak az agyasok. Meg annál van a pénzem. Kéne javítani. Ó, ja, hogy ez az alsó rész. Ó, baszki. Tudom, ott amit végignéztünk, hogy... De jó Isten, hogy ott mi van. Törve, basztam el. Te jó ég. Hallod, egyébként ez most viccel ez a game, de ezt most komolyan kérdezem. Ezt most el fogom küldeni From Software-nek ezt a videót, hogy most viccelsz? Nézzétek, mi van itt. Két ilyen buzi nagy dög. Az egyik ott fönt vár rám. Ez most szórakozik egyébként? Mi az a létre ott? Baszd meg. Micsoda, zseniális fizika uralkodik a játékban. Jó, elmész a faszom, hogy nem lehet. Mi lehet itt?
Az arra vár, hogy én fölmásszak. Ó, bazd meg! Ó, bazd meg! Ó, bazd meg! Te jó Isten! Ne! Bazd meg már, hogy nem igaz, hogy miért kell... Kurva Isten érke mindig azt a izét! Hogy miért kell a yes-en? Na... Mindig azt hiszem, hogy a no-n van, és akkor lépek még egyet. Nem, a japán a yes-en van egyből. Rányomsz valamire, és akkor föltesz egy kérdést, akkor nem no-n van, hanem yes-en minden. Sony-n minden. Eski meg fog nézni egy Xbox-os izét, hogy ott a játékok hogy vannak. De érdekes, ez meg non van. Kurva érdekes. A bazd meg, így kimásztam bazd meg ott a buli közepén. Befosok, és már nem tud már az ember mit nyomni. Ennyi kell, 156 ezer, hát bazd meg. Annyi nincs, te nyomorult büdös keci. Fú, de annyira utálom ezt a gémet tényleg. Mocskosul gyűlölöm. Ilyen hülye buzi pályák miatt, bazd meg. Lófasz. Lófasz. Melyik gémet vetted, mackó? Aj, haci, bocsánat. Ja, nem Fortify Bloodgun. Nem tudom igazából, most nem vacilálok ez a Moonlight Sword és a Ludwig Holy Blade között, hogy... Ugye ez a Moonlight Sword, ez egyébként a Ludwignak a közelébe se ér. Fassza meg minden, de...
Lassú az egykezese is. Nem, erről én ezt meglepucolom. Nézzük meg, térjünk vissza a Ludwighoz. Mondom, térjünk vissza a Ludwighoz. Talán rárakhatok olyat, amit előbb ráraktam a... Jó. Fűrészt még nézzük meg, oké, erre már tudtunk. Azt az a Holy Blade, tényleg, meg olyan, mint a Black Knight's Sword, de néha a Dark Souls-ban is az a Black Knight's Sword az az ilyen boss ölő egyébként, de mobokhoz nagyon lassú. És itt van a Ludwig egyébként. Ami az egykezese tök gyors. És hogyha ezért akkor meg áthat kell a nagy baszóra. Vagy szerintem... Ja, és egyébként a Ludwigot be is tudom egyébként vonni minden ilyen izével, hogy fire paper, meg mit tudom én. Kéne egy szintet ugrani. Elmegyünk a... Research Hall-ba. Jaj, bazdmeg a ból! Ja nem, úgyis visszajövünk. Kicsit farmolok. De ez is, hogy a... Van egy ilyen nehezebb rész, ahol most vagyunk, ugye van az a sok, az a köcsög, az a nagy darab, agyasok is, ott most jönnek közé, és akkor most egy csomót megöltem, és nem elég a pénz. Hát én keveseket ad. Tehát, nem is, ez, komolyan mondom, nagyon elferdültek ezek a fromék. Meg is érdemlik a Sekirót, mert nem lett nagy siker egyébként. Ugye jelzem, hogy sokan ezélnek, hogy hát... Nem épp az, aminek kellett volna lennie, és szerintem is. Meg is érdemelték. Nagyon is örülök neki. Eladások szempontjából ez eddig a legszarabb. Épp a From Software-es kúrára nem hozott nekik semmi. És azt látom folyamatosan én is a PS4 izébe is, Facebook csoport, állandóan csak eladják. Sekiro eladom, Sekiro-szé ennyi volt, meg... Nem tetszett, nézd, mindenki csak itt dobja el, hogy nem kell neki. Na várjunk, mit akartunk? Ezt a bót, vagy mi a faszt fölfejleszteni, legalább annyira, mennyire tudjuk. Fortify. Simon, ja minden Simon. Jó. És blood gemezzük is. Jó.
egyébként a rúnáimat is meg kell nézni. Mi is van most rajtam? Most ez nem kell, nem kell. Ezt igen, ezt sose adom oda. Damage reduction plus 4%. Talán így jó. Itt készülök erre az új bossra. Azt tudom, hogy perizhető. Azt olvastam róla, de nem tudom, hogy fog ez. Ez biztos, hogy ennyi kell majd most. Hogy az mi van nálunk. Pink tiszt. De várjunk már egy kicsit. Egyébként nekem nem mondaná valaki, mitől csökken a HP-m? Mitől csökken a HP-m? Mi van? Mitől csökken a HP-m? Jaj, ne! Komoly! Ezt komolyan mondod? Mi a faszomnak? Azért csökken a HP, mert itt izé van, tűz van, vagy mi? Nem is értem. Gyerekek, mitől csökken a HP-m? Blood Gem-től, vagy mi? Nem is értem ezt most. Hát ezt rohadtul nem értem most, mitől van, de biztos. Folyamatosan csökken a HP-m. Hát de...
De mi, tehát most volt Aliennek, Predator, most Termin, mi minden Batman lesz benne, vagy mi nem, Chuck Norris lesz benne, vagy ki? Aha. Jó, álljunk meg egy kicsit. A Ludwigon van valami, ami olyan blood gem, csak nem, az nem jól láttam, amitől sebződöm. Nem szeretem. Én a lifesteal-t szeretem, azt, hogy én még hordom a fegyver, az még sérülök, hanem hogy azért, hogy hordom a fegyver, gyógyulok. Én azt szeretem. A kedvencem. Igen, ja, hülye vagyok, Ludwig. Aha, HP ott van. Ez a ludas. Nem ez a ludas. Hanem ez. Mennyi pat? Az már jó, ami boostos. De még mindig van valami csökkentő. Várjam. Ludwig. És van egy mínuszos érték, az nem kell. Jó, így most már jó lesz. Nem is, még mindig van valami. Csába már. Ez, aha, ezen van egy mínusz. Ez jó lesz. Na most már oké. Nincs mínusz, csak boost. Csak boostolunk. Akkor menjünk rá a bossra. Ó, geci, ez a boss. Frost. Én emlékszem, az a izébe volt a 9-ben, nem? És az egy ilyen Sub-Zero-szerű valami volt. Igaz? Ja igen, azt nem néztem még meg.
Ó, bazd meg. Azt nem néztem még meg. Hogy ott az a... ahol a bosshoz rohanok, ott van egy lift, hogy az hova visz. Ez hova visz? Áháháhá, ez a boss rununk, gyerekek. Ez a lightos boss run. Mi van? Ja, semmi. A lámpa. Őnig. Jó, ebből szempontból jó fasza. Na akkor boss. Félek már a bosszoktól, nagyon. Ez a Lawrence után már nekem elegem van. Jó Isten. Elég beteg agyuk van, ez a fromosoknak nagyon beteg az agyuk. Ebből látszik. A játék is azért ilyen. Én így érzem magam reggelente. Nagyon kemény. Aha, értem. Nem is tudom, milyen ruhába kellett volna jönnöm ide. Ezt tudom, hogy hátulról meg lehet szurkálni. Ugrik, akkor... Ah. Ha? De miért nem rááll ő? Miért nem rááll ő? Nem tudom, ez a repeat pisztolyt, ezt hagyom a geci, mert ez annyira egy szar, hogy nem igaz. Áll, be van a lokkó, és így tök így másfele lő. Ez is, ha megtudom úgy, hogy ezzel az urnával is, meg a molotovval. Hát szerintem az is ilyen 120, vagy nem tudom, 150, az ilyen 1500.
Sebzés. Tehát ez kb. Egy peri, mert egy perivel 3000-et szív le róla. Ahogy ezt így össze meg tudom csinálni, de hát... Nagyon-nagyon kevés esélyt látok rá, de már nem tudok mit csinálni vele. Így sose fogom megölni, ha ezt nem hajlandó már megadni mostanában. Egyáltalán. Most miért csinálja ezt? Árulja már el nekem valaki. Hogy miért nem csinálja, inkább azt kérdezem. Geci, egyre közelebb van. Hallod? Ez direkt csinálja egyébként a játék. Direkt. Na, ezért mondom, ez egy büdös geci ez a game. Basszakból nyomorult szar. Ugyanolyan emberek csinálták, mint amilyen ez a boss. Ugyanilyen ilyen károgó buzi geci ládák, bazzak. Agyrozzant faszapók. Azok csinálták ezt. Ezt nem értem, geci, most miért nem jön össze? A backstab. Ugorj már föl. De, hát ez vicces, geci. Hányszor megcsináltam már? Most egyáltalán nem akar, ez nagyon érdekes. Pedig ugyanúgy csinálom, ugyanúgy. Esküszöm. Mi van ezzel a ez most miért csinálja ezt? Mert az, hogy ez eddig bevált, vagy mi? Nem is értem ezt, most nem akarja. Oh!
itt valami itt most nagyon-nagyon nem stimmel. Nagyon csal a game. Nagyon. Nagyon csal. Na végre már, bazd meg. Gvanyára. Szabd le. Bazd meg a hülye range-edet, bazd meg! Nem lehet körbeizélni, bazd meg. Te! Aj, geci! Kezem az remeg. Hú, balma. Azt mondja, anyám, kitölnek? Mondom már senkit. Akkor hát üvöltöttem. Ilyenkor ezt érzem, gyerekek.
10 óránál töltem ezt a bosst. 10. Mocskos büdör. És ez a legnehezebb boss egyébként a játékban. Hát éreztem. Valami itt van. Szerintem itt jön egy cutscene. Egyébként azt kell, hogy mondjam, most mint taktikai elemzés, tehát hogy a Molotov az egy szar, most azt, hogy urnával együtt úgy talán jó lett volna, de lassú, az segít, és talán még perizni is meg tudod, de mindenképp sebzésileg segít, hogyha az a bone marrow ash rajta van. Mert 200-akat sebeztem rajta. Jó, nem sok, de olyan, mintha egy light attack lenne egyébként. De most is egyébként az volt, hogy a körbeugrálás soknak a időzítését végre jól csináltam. Végre. Igen, a kos az 10 órán át összesen, ha összesen számom, 10 órán át szenvedtem vele. Ma 2 órát, tegnap live-ba 5 órát, live-on kívül 2-t. 9. Nagyon 9. Mi a fasz kell csinálni? Na ez eddigi legnehezebb boss volt összes Dark Souls-born játékban. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be. GG, köszönöm szépen. Hát ez nagyon nehéz, nagy szülés, nehéz szülés volt. Gammon awaits. Go on, good hunt. Very well, let me... Ha tudnátok, mekkora kő esett le a szívemről, geci. Rendesen koppant. Hát jó, most erre tényleg lehet mondani, hogy szép volt, most tényleg nem magamat akarom izélni, de kurvára kikerültem a ütéseit, és tehát kurva jó volt az időzítés, annyi, hogy egy párat belelőttem az a izével, a tupírozott lövéssel. Nem, már a 80. után már azért csak megfigyeltem már, hogy viselkedik, azért így nagyjából sikerült, de azért ment a Blood Vial ezerrel. Hú, egy kicsit nyugodjunk meg. Hú.
Ja, adrenalin az geci. Ezt komolyan elöntötte az agyamat. Na most... Most kezdődik előről a szenvedésünk. Ugyanis elmegyünk megölni a Lawrence-t is. Okay. Nyugodjatok csak meg, jó? Mindenki nyugodjon meg. Mindenki aggódjon, a nyugalomra semmi ok. Ez tűz... Jó, gaszkonyé, az jó lesz. Kicsit a tűz ellenállást is. Hát most azon gondolkozok, hogy egyedül öljem meg, vagy... Vagy... Hát 8 insight-tal most felesleges egy botot idézgetni. Itt viszont ugye arról volt szó, hogy mi az, ami még esetleg segíthet itt nekem? Ugye arról volt szó, hogy megszereztem ezt a Simon így kardját, ami átalakul íjjá. És én láttam ott, aki ezzel ölte meg. Na most kérdés, hogy mennyit fog ez rajta sebezni. Ugye a Phase 2-t. Csöbörbe vödörbe, egyébként szia Reválcső, bocs, hogy nem köszöntöm. Csöbörbe vödörbe, igen. Na ez egy hosszú tánc lesz. Araszkán után szabadon alkalmazzuk ezt a glitch technikát. Itt még az első fézzel nincs baj. Második, na majd az. Ó, geci. Most az Orfán után egy kicsit megkönnyebbültem egyébként, megmondom őszintén. Fú, nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy meg tudtam ölni. Mégis vagyok a béna, bazd meg. De... Ez az Orfán, ez nagyon az a boss, akire azt szoktam mondani, hogy hát másodjára is nagyon félnék tőle egyébként, tehát hogy igazából nem vagyok biztos. Tehát a győzelmem az nem volt túl biztos.
Főleg úgy, hogyha tegyük fel egyszer, megint játszok ez a nyomorult büdös geci láda játékkal. Addigra tuti sokat, tehát kurvára elfelejtem, hogy hogy győztem le, és akkor megint ugyanez, hogy megint belejönni, megint kifigyelni azért. Mert most lehet, ha most megint berohannék, megint legyőzném, talán. De ez tipikus az a boss, aki nagyon, nagyon veszélyes. Oké, coffee time, oké. Én nem kávézok, mióta nem kávézok, azóta vagyok jól, gyerekek. Azóta nincs semmi bajom. Eszel, kiszok. Ja, meg szénsavasokat kerülöm eléggé, azért nem is mostanában nem nagyon sörözök. Múltkor piáztunk, azt akkor is izé ilyen vodka... ilyen rostos hücsit vettünk, ilyen... körte, barack, ilyesmi, azokkal nagyon tök jó a vodka. Kerülöm a szénsavas meg a kávét. És már csak a stresszt kéne kerülnöm, és már jó is lenne. Jó, lassan elérkezünk a feléhez. Hát kíváncsi leszek, hogy mennyire fog működni ez a bó. Jobban járok a pisztolyjal, bazd meg. Bónerózom.
Hányjál már! Au! Nem sok kéne, bazd meg. Hányál? Á, későn érkeztem. Hányál? Geci, te faszopó! Ha! Mi van? Mi van, bazd meg? Hú, geci, mi van? Hú, geci, rendesen felállt a faszom, bazd meg. Te jó ég! Ez az. Hú, bazd meg, ez se, tegnap ez is, nem, vasárnap este ezt 4 óránál töltem. Mi a faszom van? Aj, geci, aj, de megkönnyebbültem. De tenyerem úgy izzad, bazd meg, hogy nem igaz. Ez a Orphan, vagy Orphan of Kosszal. Nagyon. Még a Lawrence az már egy utólag azt mondom, hogy egész jó volt. De... az Orphannal nagyon megszívtam, úgyhogy most már kurvára elfáradtam, egyébként nagyon sok energiám kivette ez a game. Túl sokat is. Úgyhogy most már jó lenne, hogyha... kicsit most már pihenő pályára tudnám tenni, és fogom is. És ugye elérkeztünk a fő bosshoz, a Görbinhez, German. És dolgozok, hogy fejlődjek egy szintet, hogy vásárolja. Harminc rony kéne, nem egy vásárol, vagy dolgokat. Jó. Jó. Szerintem... veszek még ilyen pépereket.
tartom a tüzet. És hogy kevésbé szereti. Na. Veszek ilyen szörny fasírtot. Oké. Mennyire van eltörve a kardom? Én a doleko. Szerintem is, hogy arányosan csökken a sebzése, ahogy törik. Mennyi rendesen minden? Jó. Hagyjuk el. Ja, egyébként várjunk már. Minden igaz. Vannak ilyen duplikált cuccaim. Tehát ez a Empty Phantom Shell, Call Beyond, Beast Roar, ezek mind megvannak. Akkor elatom. Ja, egyébként felszedtünk még valamit. A... kosz izébe. Üdös keciláda kosz. Bossnál az a kosz... milyen volt? Milyen? Nem is tudom mi az. Fegyver? Vagy mi? Kosz Parasite. Micsoda, 600 az árkénetekje? De miért nem tudom... Ja, nem, hülye vagyok, félre néztem. Ezt én miért nem tudom használni? Ott érdekes. Itt még nincs. Nem tudom, valami fegyó. Hogy kell használni az... PT. Oké. Na hát akkor menjünk neki a bossnak.
Ja, igen, ugye mondtam, hogy Secret Endinget azt eszközelhetünk, de úgy utána úgy gondoltam, hogy inkább nem. Legyen a sima ending. Az előző New Game-ben a második ending volt. Good hunter. You've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Ugye múltkor refuse volt, most submit your life. My keen hunter. Emeltek így lesz Moon Pressions, remélem. Aztán lehet megint megszopom valamivel, és nem is ettől függ. Meglátjuk. Mi van? Most miért így van vége? Ez a Moon Pressure, ezt sose tudom megölni, vagy nem is értem. És ezt nem mondott komolyan. Sima New Game-be Refuse-a csak Germin volt. Most másikat választottam, és most lefejezte az emberemet. Ezt érti valaki? Három ending van. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Most mi van? Járnám Sunrise, most meg megkaptam azt. De ez a Moon Pressure-szel nem tudok megküzdeni soha. Ezt rohadjak meg, ha értem. Nem értem, ez a játék ez annyira hülye, hogy nem igaz. Most előző sima New Game-ben most rájöttem arra, hogy Refuse, és akkor megküzdöttem a Germánnal. All signed and sealed. Now, let's begin the transfer. És vége lett. Aztán most mondom, jó, New Game Plus-ban, akkor mondom, megvézzük a másikat. És akkor most meg nem is volt semmi. You may think it all. Hát
Hát ezt komolyan mondom, dombon ülő kutya legyek és ugassak, ha értem ezt. Nem ér... Jó. Mindegy, nem értem ezt a gémet, leszarom most már, tényleg elegem van, tehát... Most meg egyáltalán is volt boss fight. Josefka Klinik. Jó, mindegy, skacok, akkor itt ért véget a Bloodborne végjátszásom. Nem érdek, van itt a végén egy boss, illetve egy két boss igazából, de sima New Game-ben a, megküzdöttem az öreggel, legyőztem. Aztán nem jött ez a Hold szörny, tehát a Hold kell, jön a Holdból egy szörny, vagy nem tudom. Az nem jött, és akkor most a másik választra nyomtam, és most meg egyáltalán nem volt semmi. Na, egyszerűen nem értem ezt, na mindegy. Hát így a végjátszásom egyébként az így a végére az így meg kudarcot vallott, vagy nem tudom, mert szerettem volna az összes bosst legyőzni. Még mindig nem. Kétszer végigvittem a játékot, és még mindig nem tudom, hogy mi a baj. Pedig utána néztem, három ending van. Ezek szerint négy ending van. Mert ezt még nem láttam. Aj, na mindegy. Az én Bloodborne vége... De ez olyan rossz kimondani. Az én Bloodborne végigjátszásom az itt ért véget. Nem tudom miért. Egyszerűen... Fogalmam sincs, hogy mi történt. Esetleg később, aki nézi ezt YouTube-on, és tudjátok, kommentbe írjátok már, hogy mi lehetett itt a baj. Mert... De én hülye, és még mondtam is, hogy elmentem majd a izét, és visszatöltöm. És nem csináltam meg, mert ezt nem gondoltam volna, hogy ez lesz vége. És teljesen kimaradt a boss fight. Nem tudom, hogy miért. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi a megtekintésket, legyetek jók, én barátot is voltam, csácsom. Szegasztok! A livestream, illetve a videó itt most véget ért. Véget ért. Tetszett, és nem szeretnétek lemaradni a jövőbeni tartalmakról, akkor iratkozzatok fel. Feliratkozni. Továbbá ne felejtsétek el lájkolni és megosztani bárhol, akárhol. Mindenhol.